Az Árpádház program keretében újult meg az Aranybulla emlékmű és környéke. Többek közt elkészült az emlékmű körüli kilátóterasz, valamint az ehhez vezető lépcső és út, ezen kívül a kerékpáros pihenő, az erdei sétaút és az új parkoló is megépült. Egy nagyon-nagyon régi történelmi helyről beszélünk, aminek a környezete soha nem volt igazán méltó módon kialakítva. Most ezt sikerült elérni, hogy az Árpádház program keretében a kormány támogatásából 650 millió forintból valósult meg teljes egészében, tehát 100%-os kormányzati támogatást jelent a forrás. A környezet, maga az emlékmű, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép parkosítással, és egy szerintem jó kis kiránduló hely jött itt az emlékmű körül létre. A terület parkosításának folyamán az előzetes terveknek megfelelően 152 fát és több mint 5000 cserjét és növényt telepítettek, mely még impozánsabbá teszi a környezetet. Az emlékműhöz vezető András és Árpád névre keresztelt lépcsőn, illetve feljáró haladva, dísztérrel és közösségi pihenőhelyekkel is találkozhatnak a kirándulók. Vojtek Tíme, a terület tervezője, szép és összetett feladatnak nevezte az illusztris helyszín felújítását. A fő feladat az egyrészt a megemlékezések helyszínének egy méltóbb biztosítása volt, a másik pedig az, hogy a kirándulók kerékpáros turizmus fejlesztéséhez tudjunk kapcsolódni ezen a területen. Az emlékmű felé haladva a kerékpáros pihenőhelynél tűzrakók, piknikasztalok és ivókút is kialakításra került. Magát az emlékművet, melyet Rétfalvi Sándor készített 1972-ben, homokfúvásos technikával tisztították meg, és a feliratokat is helyreállították rajta. Varga Tamás országgyűlési képviselő beszédében az emlékév jelentőségét emelte ki, hiszen 800 évvel ezelőtt II. András ezen a helyen hirdette ki az aranybullát. A képviselő rámutatott, hogy ezzel az Árpádház program még nem fejeződött be. Készülünk arra, hogy a volt köztársaságmozi, ami szintén egy ikonikus helyszíne, Székesfehérvárnak egy ikonikus épület, megújítjuk, és ott lesz a bazilika történeti kiállító tér, ahol el tudjuk helyezni a koronázó bazilika megmaradt és megőrzött köveit. Az Aranybulla emlékműnél a fejlesztések ősszel a már meglévők mellett további növénytelepítésekkel folytatódnak, valamint az igényeknek megfelelően egy szociális blokk is hamarosan kialakításra kerül.